Ezelőtt 2 esztendővel Farkas Ádám vezetésével volt egy ilyen találkozó Marosvásárhelyt, és akkor volt egy napunk, amikor mindenki elmentünk a közösen, és megnéztük a műtermeket, a kollégáknak a műtermeit, és hogy itt csak 3 napos ez az egész dolog, nem fértünk be ebbe az időbe, és akkor eszembe jutott, hogy hát ha már nem is műterem látogatás, akkor legalább állítsunk ki, csinálunk egy kis kiállítást, 2-2 munka minden művésztől, hogy azért a kollégák, akik nem ismernek egy pár embert, akkor legalább van egy fogalmuk, hogy ki is ez az akadémikus Erdélyből. És akkor kivirítettük itt a 2 szobát, és berendeztük. Értesítettem a kollégákat, ez az én gondolatom, és mit szóltok hozzá, és benne voltak, jaj, de jó az ötlet. És akkor volt egy nagy vita, hogy milyen címmel legyen. Én azt adtam akkor hirtelen, hogy legyen villámkiállítás, hogy nagyon gyorsan történik, mert csak ez most reggel megszűnik, tehát ez csak mára szól. És akkor nagyon tetszett mindenkinek, 3 betű, röp, na hát ez egy olyan gyors, ebben is benne van ez, hogy röpül, gyorsan történik a dolog, és akkor így maradt a Bocskai Vincének az ötlete, a röpkiállítás. És akkor azt mondtam, hogy vagyunk a székelyföldi akadémikusokról van szó, tehát nem mentünk meg, mert van Kolozsvárt még egy, és Nagyváradon 2 kolléga, de ők már kiesnek a székelyföldből. És akkor Marosvásárhelyett volt Hunyadi László, akadémikus, Sepsiszentgyörgyön vagyok én, és Varga Mihály, és a többi az mind sóvidéki, tehát Bocskai Vince, Kuti Dénes, Kusztos Endre bácsi és Pál Lajos, akinek voltatok a sírjánál. És akkor 7 ember, és akkor tudjuk azt, hogy Szovátán még 3 tehetséges képzőművész él, amit bizonyítják a munkák is, és akkor meghívtuk őket is. A Siklódi Zsoltot, a Sánta Csabát és a Kuti Dénesnek a fiát, aki szintén nagyon ígéretes tehetséges művész, Kuti Botondot. Tehát 7 akadémikus állított ki 2 munkával, és a 3 meghívott. És akkor ebből lett 20 munka, úgyhogy... És ennél több nem is férne el, mert akkor már zsúfolt lett volna. És mondom, hogy ezelőtt egy pár nappal ezt berendeztük, a kollégák mind jöttük, kihoztak minden képeket, állványokat, mindent. És mikor berendeztük, besötétettünk, este még szenzációsabb, amikor ezek a fények égnek, és akkor a kicsi házból kikandikálnak ilyen modern képek. Úgyhogy annyira jó első érzés volt, hogy ilyen kicsi parasz házba lehet ilyen csodát művelni, hogy akkor este mindenki olyan boldog volt, és alig tudtunk betelni, hogy milyen jó sikerült az a rendezési napunk. Ja, elfelejtettem a Kusztos Endre bácsit, aki a legöregebb, tehát és örömmel vállalta, tehát küldött egy grafikát, ez az érdekes, hogy én azt hittem, hogy grafikát fog küldeni, és erre elküldött egy olyan képét, amit az 50-es években festett. Nem tudom, hogy miért gondolta így, ő úgy érezte, igen, hogy legyen egy 50-es évekből, amikor nagyon-nagyon fiatal volt, és most öregségére csinál ezeket a szép modern dolgokat, úgyhogy. És nagyon jó illenek ezekkel a modern szobrokkal, a Siklódi Zsoltnak a grafikáival, úgyhogy na, őt felejtettem ki, ekkora bűnt csinálni. Ő fedezett fel máskülönben engemet, mint kiskölyöket. Szovátán laktunk, és én rajzoltam, festegettem, képeslapokat másoltam, és akkor édesanyám összeveszett a rajzaimat, és elmentünk együtt a Endre bácsihoz. És aztán ő mondta, hogy hát ezt a gyerekben van tehetség, csak nem ezeket kell csinálni, hanem és megmagyarázta, és elmentünk ketten, és festettünk innen a természetbe. Úgyhogy, és úgy mentem el át, aztán Marosvásárhely művészeti liceumban, és ott végeztem el aztán a művészeti középiskolát.